ez a Weishaupt 5. épületgépész nyílt nap, amelynek során Biatorbágyon a Weishaupt házában köszöntünk néhány száz diákot. Honnan jöttek? Debrecenben. És minek tanultak? Épületgépészetnek. Szerencsére a oktatásban résztvevő tanárok ezekben a szakiskolákban borzasztóan hisznek abban, hogy amit lehet, át kell adni a diákoknak. Mi őket érjük el, őket hívjuk meg, és ők hozzák a diákjaikat. Elsősorban ugye a gázkazán és a konvektor, ami a legjobban érdekel, a másik része pedig a vízszerelés és a központi fűtési rendszerek kiépítése. Hát én kivitelezésben gondolkodtam. Én nekem még nem sikerült döntenem, de én is a kivitelezés felé hajlok. Egyrészt ugye megmutatunk minden Weishaupt terméket, egyrészt kiállítási tárgyként, másrészt működés közben. Vetítünk nekik egy gráci eseményről, a Euroskills-ről néhány percet. Két előadás lesz a Weishaupt nagyberendezéseiről, illetve a fűtési rendszereiről, és utána kérdezhetnek bármit. Én annyit mondanék, hogy a kezdeti 40-50 diákról ma eljutottunk a 220-ra. Akkor ez talán eredmény. Egésztőben most próbálok majd elhelyezkedni. Egésztőben. Én mérnökünk és kivitelezőnek, de egyébként inkább a kivitelezésben szeretnék dolgozni. Bármikor örömmel és nagy-nagy-nagy szeretettel várnánk a fiatalokat, hiszen ők azok, akik rendes, jó, jól működő és professzionális rendszereket kell, hogy majd összerakjanak, ehhez pedig a személyes találkozás elengedhetetlen.